Hiánypótló munkát sikerült elvégezni Zombán, amely a település fejlesztésének egyik alappillére, mondta a csapadékvíz elvezető rendszer átadásán Szűcs Sándor polgármester. Közel 2 kilométer szilárd burkolatú árok épült. Korábban nagy gondot jelentettek az intenzív esőzések, ám a nyíltárkos rendszer immár képes orvosolni a problémát. Műszakilag az árok elkészült, funkciója 100%-osan ellátja ezt az idei háromszori záporos nagymennyiség csapadékvizes esemény bebizonyította. Én úgy gondolom, hogy ez Zombának egy ismételt olyan beruházása, beruházási alapja, a jövő alapképe, amire lehet építeni. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a megye sikeresen levezényelte a top források pályáztatását, de számos igény még megvalósításra vár. Most azon dolgoznak, hogy ezekhez is megszerezzék a forrásokat. Minden fejlesztés, ami egy településen zajlik, az a település értékét növeli. Az ott élők lehetőségeit, életminőségét, jövőképét tudja formálni. Tehát én azt gondolom, hogy minden elköltött forint, amit a vidéki településekre, az ott élő emberek javára fordítunk, ez hasznos. Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselő ismertette, hogy a megyének címzett közel 28 milliárd forintból választókerületében 8,5 milliárd forint jutott, amiből Zomba is számos fejlesztést megvalósíthatott. Reméljük azt, hogy a következő időszakban is Zomba ezeket a fejlesztéseket, vagy hasonló fejlesztéseket el tud majd érni. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez a település a Tolna megyei kisvárosokon kívül gyakorlatilag városi képet mutat, és az itt élők számára minden olyan lehetőséget meg tud adni, mint amit egy-egy város nyújtani tud. A vidéki Magyarország fejlesztése jó úton halad, de még nem fejeződött be, és nem is kívánják befejezni, tette hozzá Horváth Kálmán kormány megbízott, aki az átadón szintén gratulált a fejlesztéshez. Önerőből ekkora beruházásokat egy Zomba nagyságú település, ami nem számít kis községnek vagy kis falunak, maga erejéből ezt nem tudná megvalósítani. Tehát én azt gondolom, és ez nagyon helyes is így, hogy a kormányzatnak igenis segítséget kell nyújtani, hiszen Magyarországon mindenkinek egyforma esélyt kell arra biztosítani, hogy ebben az országban jól érezzék magukat. Szűcs Sándor polgármester elmondta, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével kialakuló területek, például a kiszélesedett útpatka lehetőséget biztosít több másik fejlesztés megvalósítására, így a következő cél lesz például a településközpont és az iskola közötti kerékpárút kialakítása.